Sziasztok, Falán vagyok egy újabb Ground Forces videóval, és ahogy látjátok, ezúttal a Tigrist fogjuk megnézni, ugye őt már egy kicsit így bemutattam egy pici kis bejátszás erejéig a legutóbbi videómban, de most őt fogjuk az előtérbe helyezni, és három visszajátszást fogunk megnézni, az első az egy kicsit hosszabb lesz, és ott azt szeretném megmutatni, hogy hogyan lehet kihasználni a Tigris páncélját, az ágyúját arra, hogy akár 3-4 ellenséget is kiszorítsunk egy helyről. A másik kettőben pedig két érdekes szituációt szeretnék megmutatni. Mind a hárommal azt szeretném nagyjából úgy érzékeltetni, hogy hogyan játszik az ember egy Tigrissel a War Thunderben, és hogy miért erős és miért jó tank szerintem. Egyébként talán egy icipicivel a Panzertől jobban szeretem, de a Tigris is nagyon-nagyon jó. Amit tudni kell róla az az, hogy egyrészt ez tényleg egy nehéz tank, és ez érezhető, a Panther jóval mozgékonyabb szerintem, bár azért a Tigris sem rossz. A tornya nagyon lassan fordul, ez egy óriási hátrány, amit eddig észrevettem. Elég komoly problémát tud okozni, hogyha az ellenfél kicsit is oldalra jön, akkor eltart egy darabig, amíg meg tudjuk célozni. Az ágyúja félelmetes, a 88 mm-es, hogyha valamire ránéz, az általában meghal. Legkésőbb a második lövésre meg tudjuk ölni, hogyha azzal sem, akkor általában mi halunk meg. Azt mondani kell, tehát általában ez így működik a War Thunderben, mert hogyha ezzel a hatalmas ágyúval valamit eltalálunk, az általában meghal, és hogyha nem, akkor a másodikra be tudjuk fejezni, és hogyha még mindig nem sikerült valamit csinálnunk, akkor az ellenségnek bőven hagytunk elég időt, hogy minket kipusztítson a földről. Na most a páncélról meg azt érdemes elmondani, hogy hát ugye messziről jóval hatékonyabb, mint közelről, tehát hogy egy IS közel jön hozzátok, akkor az általában mindegy, hogy hogy álltok, akkor is fel fog robbantani, tehát az orosz ágyúk közelről nagyon hatékonyak. A tornya az elég kemény, elég sok mindent le tud pattintani, főleg távolról, ezt már többször észrevettem, hogy ha sikerül csak a tornyát kitenni, akkor elég jó eséllyel bírjátok a lövéseket. Az alja, hogyha telibe találják szemből, akkor valószínűleg felrobbantok egy lövésből, viszont hogyha jól be tudjátok dönteni, tehát szépen szögbe tudjátok állítani az előső páncélt, akkor nagyon sok mindent lepattint. Ez nagyon fontos, és aki a VOD-ból jön, az talán már úgy ismeri, hogyha játszott a Tigrissel és jól játszott a Tigrissel, akkor tudja, hogy ott is ugyanezt, tehát ez egy doboz, nincsen semmi él benne, és ezért nekünk kell csinálni ilyen mesterséges szögeket a páncélzatba, ahhoz, hogy lepattintsunk valamit. Na most itt az alapszabály az, hogy soha nem mutassuk meg az oldalpáncélunkat az ellenfélnek, mert az első lövés, ami oldalról eltalál bennünket, az azonnal a levegőbe fog röpíteni. Úgyhogy erre nagyon kell figyelni, és mivel nagyon sok Ground Forces tesztelő még nem nagyon ismerte ki azt, hogy kéne tankokkal játszani, ezért sokszor nem teszik meg, vicces dolgokat szokott produkálni. Na nézzük is, hogy mi történik itt. A pálya az Karelia lesz, és a célom az az, hogy megpróbáljam a B pontról kiszorítani az ellenfeleket, ugyanis ők kerültek hozzá közelebb, az a pont az övüké úgymond, és garantáltan elő fognak odaérni, mint én, de egy kupacon lesznek, és ezt szeretném kihasználni a Tigrissel. Szeretném a páncélomat jól kihasználni, és az nagyon-nagyon szuper ágyumat. Még ők ott szépen egy helyben elvesztik a mobilitásukat, addig én szeretném őket letámadni. Így menet közben láthatjuk, hogy a Tigris, hogyha már felgyorsult, akkor nem rossz. Tehát olyan 30-al megy nagyjából, dobnak lefele meg akár 40-nel is. De tényleg az ágyú nagyon lassan forog jobbra-balra, tehát a torony gyakorlatilag, és ezzel vigyázni kell. A másik nagyon fontos az, hogy tényleg súlya van a tanknak, tehát hogyha semmiről, tehát nulláról akarjuk felgyorsítani a tankot, akkor ugye ez egy rántást produkál, és ilyenkor az ágyunk is így szépen fölle jár, ami hát elég veszélyes, hogy az ember lőni akar, és ez mindig bele kell kalkulálni, hogy vodban mindig egyenesen áll az ágy, igaz? Sosem mozog. Mindig pontosan oda néz, ahova szeretnénk. Ez a Ground Forces-ben nem így van. Úgyhogy erre figyelnünk kell. Na, csak figyeljétek menet közben, hogy hányszor előfordul ez. Kinézünk, és ott vannak az IS-1-esek, kettő is közülük, az egyikre lövök rá, igazul szerintem a másikra kellett volna. Ezt is érdemes elmondani, ez majd beszélek később, nézzétek csak, ez az IS-1 mit csinál, pont amit mondtam, de fogja magát, és kijön elém, egyenesen. Ráhúzok egyet, és kap egy hatalmas lövést. Szerintem nem rám lőtt vissza. Azt mondom, hogy van valaki mögöttem, és ő rá lövöldözgetnek. És most ezt nézzétek, bum, és egyszer csak kapott egy az oldalába, és meghalt. Tehát hiába nehéz tank, hiába félelmetesen kemény tank az IS-1, és hogyha rosszul állnak be vele, akkor egy lövés is meghalt. És én nálam jóval kisebb tankot is ki lehetett volna lőni egyébként. Közben ott egy másik IS-1, aki szintén kapja, és itt most sokan meg fogjátok helyezni, hogy nem nagyon látjuk a tankokat, és ez bizony a Ground Forces-ben sokszor előfordul, és szerintem ez nem hiba. Tehát ez egyszerűen így fog működni, ezt fel kell dolgoznunk, mondjuk, hogyha játszani akarunk a játékkal. Ugyanis itt nem válik átlátszóvá a növényzet, tehát a dolgok kitakarnak. Tehát a fák mondjuk kitakarnak bizonyos tankokat. És ilyenkor csak tippelnünk kell, hogy nagyjából hol is vannak, mint ahogy én most tippeltem, és pont oldalba kaptam az IS-1-est. A másik, amit látunk, az, hogy bizonyos tankok be tudnak hívni tüzérségi támogatást. Tehát ez nem egy külön tank a tüzérségit, hanem közepes tankok tudják által behívni, úgy vettem észre. Ott egy KV-85-ös, ő is kapott egyet. És ilyenkor bizony területet így szépen bebombáznak, és ez be is jelenti nekünk előtte talán a legénységünk egy tagja, valószínűleg a parancsnok. közben így van, azt mondom, hogy a KV-85-ös is meghalt. Tehát ilyenkor el tudunk menekülni, de a Tigris nem túl gyors, ezért már jó párszor meghaltam attól, hogy valaki rám küldött egy tüzérségi támadást, és meghaltam. Ezt majd nem vagyok biztos, hogy azt mondom, a két másik klipben is láthatjuk majd. Na, sikerült kiszednem 3 tankot, egy 2 IS-1-est, meg egy KV-85-est, tehát 3 nehéz tankot kiszedtem az ellenségtől. Ott egy SU-152-es, itt most nem sikerült egyébként fedezék mögött áll, de nagyon jól láthattuk ezt a belengést, és majd nem sokára figyeljétek még egyszer. Amikor majd előrébb megyek és találkozunk azzal az SU-152-essel, hogy az a belengés, ez főleg, hogy az ember a vodból jön és megszokta azt, hogy nincs, akkor a kapás lövéseknél néha elég vicces dolgokat tud produkálni. Ha megszoktuk azt, hogy nem kell erre figyelnünk és csak odahúzunk egyet, akkor itt elég rendesen belé lehet lőni. Jó, tehát most tudom, hogy az SU-152 az egyetlen védi a pontot, és én ezt a pontot akarom, mert az ellenfélnek 2 van, nekünk meg 1, és én szeretném azt a másodikat megszerezni. Úgyhogy most ezt az SU-t akarom elkapni, aki ott van, és látom, hogy lőtt egyet, és ezt figyeljétek, rácélzok, egyenesen rá a tankra, és ez óriási hiba, mert ugye itt ebben a játékban van esély is a lövedéknek, a távolságtól, illetve a lövedék sebességétől függően esni kezd a lövedék egy idő után, és így most kicsit fölé kellett volna céloznom azt, hogy telibe találjam. Csak hát ugye hirtelen akartam lőni, volt reflexekkel pont oda céloztam, ahol lőni akartam. És ott az első 152-es, csak a tornyomat teszem ki elé, fölé húzom egy kicsit, és itt telibe találom. Oké, lőtt egyet, nagyon jó. Nem tudom, hogy mire lőtt egyébként, ez puszta bénaság volt a részéről. Megint egy picit fölé, és telibe, bum, és meghalsz. És azt, ami nagyjából láttuk is ebből a visszajeltésből, hogyha a Tigris eltalál valamit egyszer, akkor az vagy elpusztul, vagy nagyon közel van ahhoz, hogy elpusztuljon, és a másik általában befejezi. Azt hiszem, hogy 3-szor nem lőttünk rá semmire, úgyhogy el is talált. Tehát 3 találatot nem vittünk be semminek ebben a kis jelenetben. És azt hiszem, hogy ezzel nagyjából meg is nyertük a játékot, úgyhogy itt be is fejezhetjük körülbelül. Úgyhogy menjünk a következő visszajátszásra. Na, itt is vagyunk a második meccsben a dzsungel pályán, amit én annyira nem szeretek valamiért, de pedig nagyon-nagyon szép pálya egyébként, csak valamiért még nem nyert el a tetszésemet. Viszont van egy nagyon jó helyem rajta, ahova szeretek menni, és pont ott akarok most megmutatni valamit, mégpedig azt, hogy hogyan lehet sidescrape-elni a Tigrissel, ugye ezt az oldaláról lepattintani taktikát gyakorlatilag, amit a vodban is mindig alkalmazott nehéz tankokkal, azt ki akartam itt próbálni, és nagyon jól működik. Úgy vettem észre, mert egy SU-152-es próbálunk belecsalogatni abba, hogy az oldalunkra lőjön, és utána meg lesz egy szabad lövésünk rá, miután nekünk csak a láncunkat sérti meg. Na, nézzük is. Tehát a célom itt az, hogy ott megy az út jobbra tőlünk, és itt bemegyek a dzsungelbe. Hogyha itt bemegyünk, akkor pont szembe velünk, majd látni fogjátok, van egy ilyen kis beszögelés, ahol be lehet menni az ellenfél mögé gyakorlatilag, vagy mellé. Egy olyan helyre, ahol abszolút nem számítanak rá legtöbbször, hogy ott vagyunk, mert mindenki arra vár, hogy ott azon a hídon jobbra ott fogunk átmenni. De nem így történik. Ezt általában valami gyorsabb tankkal szeretem csinálni, de még a Tigris is elég gyors ahhoz, hogy az ember odaérjen mielőtt még az ellenfél átjön a hídon. És akkor szépen oldalba lehet kapni, már pedig ugye ebben a játékban, ha valamit oldalba kapunk, az általában meghalt. Nem mindig sikerül persze tökéletesen, mert van egy pár ellenfél, aki tudja és vár már erre a kis manőverre. Itt már jó párszor kaptam le ilyen kis gyors tankokat, mint például a T-34-85-ösöket, akik hirtelen oda felfutnak arra a dombra, hogy onnan mesterlövészkedjenek, és ilyenkor abszolút nem számítanak arra, hogy egy hatalmas Tigris megjelenik oldalról. Ez a kritikus pillanat egyébként, mert a Tigris ágyúsügyelése nem túl jó. Ezért amikor átmegyünk ezen a kis domban, és ha valaki már itt van, jó párszor lelőttek már úgy. Tehát a hasamba lőttek egy-egy gyakorlatilag, miért még lefelé tudtam volna irányítani az ágyumat. De most nem így történt. Ott van szembe velünk egy KV-85-ös nehéz tank. Ugye ez realisztikus csata, ami azt jelenti, hogy itt csak oroszokkal kerülhetünk szembe. Tehát itt nincsenek olyan csapatok, ahol vannak német és orosz tankok egy csapatban. És ugye nincs ez a bizonyos kis célkeres sem, azt már az előző visszajeltésből is mondtam. Na most ott van velem szemben az a KV-85-ös, és az ott egy domb mögött van, tehát nem látok rá. Viszont hogyha kimegyek oldalra és feljön a domb fölé, akkor rá fog látni az oldalamra, és ez amit nagyon nem akarunk. Ugyebár most látszik ki a teteje, és kicsit alálőttem, hogy veszem észre. De úgy döntök, hogy talán nem velem foglalkozik, mert valaki egyébként árti lövéseket tesz rá oda, tehát oda ért egy árti támogatás pont fölé, el van foglalva, és itt van velem szembe egy SU-152-es. Na most ezzel a tankkal nem szeretnék szembe menni kapásból, mert csúnya vége lesz. Ezért azt akarom, hogy lőjön már rám egyet. Először is beledurrantok egyet az elejébe, és most nem kapta be a csalit. Lepattantam egyébként róla. Arra várok, hogy belelőjön egyet az oldalamba, és ez az, pontosan ezt akartam, és most egy csomó ideig nem tud lőni. Célunk az, hogy az ágyjön mellé, abban a lapos részbe belehúzzunk egyet túl. És meghalt. Két lövés kellett. Na most ezt nézzétek, itt van a KV-85, és abszolút nem érzékeli, hogy itt vagyok mellette, és nem foglalkozik velem. És itt lehet látni, hogy itt csak kell mindig bezúmolni, hogy a vodba sem egyszerűen csak bum bele az oldalába. És a KV-85-es meghalt. Na most hisztek, hanem ezzel gyakorlatilag meg is nyertük a meccset, mert a másik oldalon is nyerésre állt a csapat, itt meg egyszerűen átmegyünk, és ha jól emlékszem, akkor itt már nem is fog találkozni egyetlen másik játékossal sem, hanem ez úgy nagyjából ennyi volt, úgyhogy menjünk is a harmadik meccsre. Itt is vagyunk a harmadik meccsben, és a pálya az Q-ben az egyik kedvenc pályám, bár bevallom őszintén ebben a meccsben most egy kicsit erőszakos leszek, és nem oda megyek, ahol általában szoktam, és ennek meg lesz az eredménye kezdetben, egész jó kezdet után, viszont nagyon csúnya véget fogok érni, ami megint csak tanulságos lesz, úgy gondoltam, ezért is raktam be. Itt láthatjuk a statjait is a Tigrisnek, amit érdemes megjegyezni szerintem azt, hogy nagyon jó páncélozott előről, látjuk, hogy 102 mm a páncélozott előről, és ez azért még mindig nem elég ahhoz, hogy mondjuk egy IS-sel megbirkózzunk, hogyha az viszonylag közel van, de messziről már azért sokkal jobb ez a páncélzat, főleg, hogyha döntjük egy kicsit, tehát tényleg nagyon érdemes rásegíteni erre, és ami még fontos, az a nagyon jó átütés a 88 mm-esnek, ahogy látjuk 125, 115, 105, ugye 100 méteren, 500 méteren és 1000 méteren, tehát még 1000 méteren is át tudnánk elméletben ütni egy teljesen bedöntetlen páncélját egy másik Tigrisnek. Azért az elég komoly tűzerő szerintem. És ezt mondjuk eddig is láthattuk, meg ebben a meccsben is látni fogjuk majd. Na nézzük is, hogy mit művelek ezen a pályán. Nagyon megváltoztatták ezt a pályát, még sokkal szebb lett, mint volt egyébként. Az utóbbi időben nagyon sok játéktextúrát megváltoztattak, félelmetesen gyorsan változnak a pályák egyébként. Én csak így belépek és hú, mi történt itt? A jó ég most még sokkal jobban néz ki. Ami tök jó egyébként. És néha meglepő tényleg. Általában az ember megszokta azt, hogy a játékokban nem történnek nagy változások, csak ilyen hatalmas patch-ekkel, itt viszont gyakorlatilag hetente egy-kétszer történnek olyan változások most a zárt bétában, ami így szembetűnő, és az általában nagyon kellemes. Egy másik Tigrist fogunk követni, és ott szoktam átmenni, hogyha ezen a bázison jelenek meg. Szépen átmegyünk azon a kis dombocskán. Így még. Azt akarom kihasználni, hogy a Tigris viszonylag gyors, legalábbis én annak tartom, igaz nem annyira gyors még, mint a Panther, de és közel nem olyan gyors, mint más közepes tankok, mert ugye ez mégiscsak egy nehéz tank, de ennek ellenére nagyon jól oda lehet érni bizonyos helyekre, ahol szeretnénk. Megpróbálnék időben még odaérni egy ilyen kis átjáróhoz, az ellenfél jönni szokott, meg rá akarok nézni, mert az IL-2-esre lebeg, illetve száll helyesebben, szerintem nem lebeg, biztos lenne, ez akkor helikopter lenne. Na mindegy, a lényeg az, hogy néha az IL-2-esek meg úgy általában bombázók veszélyesek, egy-kétszer már dobtak a fejemre valamit, és ez nem túl jó, de jó őket figyelemmel kísérni. És utána igyekszek minél gyorsabban odaérni ahhoz a kis átjáróhoz, hogy lezárjam azt a Tigrissel, de túl messze kerültem, úgy érzem tőle, és kicsit túl bátor az, amit itt csinálok, mert az NFL-nek tényleg 85-esei vannak, és azok gyorsabbak, mint én. Ott jön az IL-2-es, de úgy tűnik, hogy elfordul, és nem velem foglalkozik. Így van. Hogy már nem aggódok miatta. És ott van az átjáró pont velem szemben. Ott, és már megy is ott egy T-85-es. Úgyhogy megint csak az ágyú föl mozog. Megállt, meglátott, ez nagy hiba volt tőle egyébként. Rájövök és pont a tornyot találom el. Kicsit elhibáztam, tehát túlságosan fölé húztam az ágyút, de látjátok, bedöntöttem a tankot, és így lepattan. Ha telibe találom a szemből, akkor meghalok. Így viszont esélye nincs 88 mélységgel szemben. Megyek tovább, és már rá is nézek a térképre, és látom, hogy mellettem egy másik tank. Villámgyorsan el kell fordítanom a tankot, úgyhogy szembeálljak vele, és lehetőleg döntve. Jön, rám lő, eltalálás, semmi bajom nem lesz, és felrobban, és lángoló roncsként lecsúszik azon a dombon. Ilyen a 88 mm-es. És megyek tovább, és ott akarok átmenni majd. Azon a kis átjárón, és jobbra onnan szoktak jönni az ellenfelek, hogy az a T-85-es is jött. És figyeljetek csak, mi fog történni. Jön egy másik TM-85. Célzom, de sajnos ott van egy ilyen kis átjárócska, ami hát lent megy ott egy domb alatt, és nem tudok rálőni. Na most, hogy tudja, hogy itt vagyok, és ezt figyeljétek, nagyon bátran megyek utána, mert ha csak egy TM-85-ös. Halljátok? Már jön is az árti bövés, illetve az árti sorozat. És a Tigris nem a leggyorsabb bomba, fölfele, bum! De. Pont a fejemre esett. Ő volt az, aki megölt az igazság, bár nem közvetlenül, tehát nem a lövésével lőtt le, hanem egyszerűen fejemre dobott egy árti sorozatot. Hát ezzel vigyázni kell, a közepes tankokkal, meg viszonylag gyorsabb tankokkal nagyon könnyű kimenni azról a területről, ahova érkezni fog a csapás, viszont a Tigrissel már jó párszor kicsináltak úgy, hogy egyszerűen nem tudtam időben elmozdulni onnan. Erre vigyázzunk el, mert azért jó nagy darabok vagyunk. Viszont, hogyha egy TM-85-ös szembe találja magát egy Tigrissel, akkor láttátok, hogy annak hátrában mi az eredménye. Na hát nagyjából ilyen a Tigris, szerintem amit érdemes megjegyezni az, hogy tényleg félelmetes a pusztító ereje, és ez nagyon-nagyon jól átjön a Ground Forcesból. Tehát tényleg ez, hogy így láttátok ezt az utolsó lövésemet, amikor a TM-85-öst így bum, és lesöpörtem szabályosan a pályáról. És ez nagyon-nagyon jó érzés, de nagyon kell vigyáznunk, hogy mit csinálunk, mert bár le tudunk pattintani lövéseket, itt azért közelesen vagyunk elpusztíthatatlanok. Nagyon könnyen le lehet kapni bármilyen tankot ebben a játékban, hogyha megfelelő helyről lövik, ami szerintem meglehetősen megfelel a valóságnak. Na hát remélem meghoztam a kedveteket, hogy majd játszatok a Tigrissel, hogyha már benn vagytok a Ground Forces-ben, akkor most, hogyha meg majd amikor kijön, akkor. És itt azért szeretném elmondani, mert nagyon sokan kérdezitek, tehát nem lehet letölteni csak úgy a játékot jelenleg, ez egy zárt béta, itt még csak bizonyos emberek kerülhetnek be, vagy azokat, akik meghívtak, vagy pedig, illetve vagy azok, akiket meghívtak, vagy pedig azok, akik bevásárolják magukat a játékba, ezt jelenleg úgy lehet megtenni, hogy megvesztek egy tankcsomagot, amivel együtt kaptok, azt hiszem, hogy a legolcsóbb az 20 euróba kerül, két prémium tankjár mellé némi arany, amit jelenleg a repülős részben lehet elkölteni, és oda juttok még hozzá némi prémium naphoz, és azt hiszem, hogy 30 naphoz. Nem, 2 héthez, bocsánat, nem akarok butaságot mondani. Tehát 2 hét prémium arany, és 2 prémium tank, plusz a belépés az zárt bétába, ezt kapjátok, és ez 20 euró. Tehát ezzel lehet bejutni, vagy pedig úgy, hogy valami módon meghívnak benneteket. Jó, tehát nem tudok megadni senkinek egy linket, amivel le tudjátok csak úgy tölteni a játékot. Na, remélem tetszett, sziasztok!